A Bett-Dürheimi testvérvárosi kapcsolat egyik szilárd alapja a visszaemlékezések szerint, hogy ott 1992-ben, Hajdúszoboszlón pedig 1993-ban megalakult a német-magyar, illetve a magyar-német baráti kör. E csoportok tagjai felváltva két évenként látogattak egymáshoz, így rendkívül erős baráti szálak szövődtek. Az évtizedek múlnak, ám a német-magyar baráti kör még napjainkban is 74 tagot számlál. A 30 éves testvérvárosi jubileum megünneplésére érkezett Bett-Dürheimi delegációt Bozóki Dénes otthonában Kerti Partin fogadták június 16-án. Kitörő örömmel, őszinte baráti ölelésekkel üdvözölték egymás testvérvároson küldöttei és a vendéglátók a hajdúszoboszlói magyar-német baráti körkerti partiján. Bett-Dürheim 2019-ben választott polgármesterét és delegációjának valamennyi tagját meghívták. Bozóki Dénes elnök és felesége Vilma asszony fogadta a rég nem látott barátokat. A visszaemlékezésekből a partnerség gyökerei is előbukkantak. Mitől például a partnerschaft? Először egy nem hivatalos fürdők közötti kapcsolattal kezdődött el a dolog. Abban az időben Bett-Dürheimben, hiszen az is fürdőváros, egy teljesen új koncepció alakult ki a gyógyfürdővel kapcsolatban. És mivel Magyarországon rengeteg gyógyfürdő van, véletlenül úgy alakult, hogy Hajdúszoboszló felé is érdeklődtek. Ha jól emlékszem, még akkor a József Kiefer Józsi bácsi volt. Ő volt a tolmács. Az ő oldalukról Herbert Scholz, a szoboszlóiak részéről Janowicz Emil fürdőigazgató és a németül beszélő Jimmy, azaz Seifert Zoltán játszottak nagy szerepet a kapcsolat elültetésében. Nicht ganz gut entwickelt, akkor ezek a látogatók hazatérve azzal kezdték, hogy igaz, hogy voltunk több magyarországi fürdőhelyen, de Hajdúszoboszlón igazán barátságos, kedves emberek találhatók. Így született meg a javaslat a Bett-Dürheimi vezetés számára, miszerint Hajdúszoboszló fürdőváros bázisra építsenek és fejlesztenek ki partnerségi kapcsolatot a városi polgárok bevonásával. Mivel akkor még nekünk nem volt baráti körünk, de volt egy teniszklubunk, egy egyesületünk, ennek az egyesületnek a meghívására 1988 pünkösdén jöttek először Hajdúszoboszlóra. Gerotem Hotelben láttuk őket vendégül, majd néhány hónappal később mi mentünk ki hozzájuk. Szép emlékeink vannak, meg fotóink erről az utazásról. A német-magyar baráti társaság elnökének Bett-Dürheim településhez tartozó falujában is működött egy teniszklub, itton pedig a kék-fehér amatőr tenisz SL lett a legfontosabb kapocs. E sportbarátságból jöttek létre a baráti körök először ott, aztán Hajdúszoboszlón. Az ő nevükön most a rövidítése DUF, ez a Deutsch Ungarische Freundeskreis. Ja, das war das. A mi oldalunkon annak idején, a oldalunkról annak idején a Kékfehér Amatőr Tenisz Egyesület volt az alapító, és nagyon nagy örömmel emlékszik arra, én is tiszta szívemből. Természetesen megünnepeltük minden jubileumi évfordulót, a 10 évest, a 20 évest, a 25 évest. Most meg egy másik jubileumnál tartunk. Elismeréssel szólt rólunk, de nem ezt tartom fontosnak benne, hanem elmesélte azt is, hogy a kapcsolatokon keresztül, meg a látogatásaik által fél Kelet-Magyarországot, vagy fél Magyarországot volt szerencséjük megismerni. Mindig különleges élményben volt részük, mindig új látványosokat ismertek meg, Szoboszlóról, a környékről és az ország más részeiről, és ez hozzátartozik, hozzátegyem, hogy a látogatások úgy zajlottak, hogy minden második évben ők jöttek, minden évben mi mentünk. Napjainkra az idősebbeknek már számít az 1280 kilométer távolság, amit azért most is leküzdöttek. A német-magyar baráti társaság elnöke aggódik amiatt, hogy a fiatalok körében lesz-e utánpótlás. Most azonban a legfontosabb az újra találkozás és megtudni, hogy vannak magyar barátaik. Azért a kommunista idők óta elég jelentős változások zajlottak le nálunk, és arról kezdte a mondatát, hogy tulajdonképpen három éve húzódik a pandémia miatt ez a jubileumi eseménysor, és mivel mindenféle híreket hallanak Németországban Magyarországról, egész keveset Hajdúszoboszlóról, most azt remélik, hogy az emberi kapcsolataik révén igazából meg tudják, hogy mi újság Magyarországgal, mi újság Hajdúszoboszlóval, hogy állunk az ukrán háborúval, az ukrán kapcsolatokkal, hogyan érkeznek a menekültek, egyáltalán, hogy információt kapjanak tőlünk.
Bozóki Dénes a kapcsolatok egyik legrégebbi fenntartója, fáradhatatlan motorja. Elsőként jelentkeztünk egy sportkapcsolat felvételére. És pár hónap múlva, 88-ban egy olyan 25-30 fős delegációval mentünk Bad Dürkheimbe. Csodálatos utazás volt, egy ősrégi Icarus 55-ös busszal utaztunk. Mi nem tudtunk 21 óra alatt kiérni, mert hegynek felfelé menet az ökrös szekerek megelőztek bennünket. Rendkívüli élményeink voltak. Átmentünk a vasfüggönyön, más volt az érzése az embernek, szabadabbnak érezte magát. Olyan volt, mintha más lenne a levegő. És nagyon nagy szeretettel láttak bennünket. Ez is egy kellemes meglepetés volt. Láttuk a különbségeket, meg láttunk egy olyan országot, amiről itthon azelőtt csak álmodtunk. A német barátoknak köszönhetően Németországban szerzett meg annyi élmény, emlék között a baráti kör elnöke a vendéglátás egyik fontosnak tartott pillanatát emeli ki. Nekünk volt könnyebb dolgunk, mert amikor ők idejöttek, akkor ők szállodában laktak, ugye legtöbbször a Geotermben, a régi Ózliban. De viszont mikor mi kint voltunk, akkor minden egyes hölgy, úr vagy házaspár részünkről náluk lakott, az ő házukban, az ő lakásukban. És soha nem tudtunk a kintartózkodás 5-6 napja alatt egy neheztelő pillantásukat észrevenni. Mindig nagy szeretettel voltak irántunk. Szóval jó barátságra tettünk szert, jó barátokra, és én azt gondolom, hogy ezt a világpolitikai helyzet változásától függetlenül érdemes lenne tovább folytatni. Mindig mély szeretetet táplált a magyarok iránt az a hölgy, aki örült annak, amikor lehetősége nyílt a német-magyar közös találkozásokra. Ezért lett alapító tagja a Német-Magyar Baráti Társaságnak. Ő anyukájának ő nagymamája volt magyar, és neki ez akkora élmény volt, hogy neki ismerni kell magyarokat. Én 30 éve alapító tagja vagyok ennek az egyesületnek, és körülbelül 12-szer voltam ma itten Hajdúszoboszlón. Mi nem csak Szoboszlóra jövünk, mi jövünk a barátainkhoz. És a nagy dolog. Itt nem úgy vagyunk fogadva, mint egy átlagos ember, itt barátokként vagyunk fogadva. Igazi magyar baráti szeretettel vagyunk fogadva. Seifer Zoltán, becenevén Jimmy, a kezdetek óta tagja a Bad Dürkheimi kapcsolatnak. Több évig Janovic Emil igazgató mellett a hajdúszoboszlói gyógyfürdő vállalat munkatársaként dolgozott. Az egész úgy kezdődött, hogy a Bad Dürkheimi tanács elhatározta, hogy létrehoz egy testvérvárosi kapcsolat keleti régióban. NDK kizáró lett, jött magyar lehetőség, és Magyarországon kinéztek maguknak három fürdővárost, Hajdúszoboszlót, Hévizet, meg Harkányt, és kezdtük legmesszebben Hajdúszoboszlóval, így Janovic Emil bátyánk fogadta nagy szerettel őket, annyira nagy szerettel, hogy itt maradtak nálunk. És nem kellett egy más is esőtási város, egy ez kellett, Hajdúszoboszló kellett. Én már csak tudtam minden minisztériumban intézni, hogy legyen nekünk egy nyugati testvárosunk Szoboszlónak. És megtörtént ez a város kapcsolat. Csukás Incikét kell, hogy megemlítsem, aki abban az időben az istállat vezette, Fúó zenekart vitt ki, Masaszt vitt ki, mindenkit meg tudunk mozgatni abban az időben. A két nagy középiskola, a közgazdasági szakközépiskola és a gimnázium rendszeresen cserélt diákokat a dürkheimiakkal, meg a franciákkal, mindaddig, míg nem jöttünk az EU-ba. Az EU támogatta azt, hogy legyen két olyan EU-s ország, aki bevesz egy nem EU-s országból jövő fiatalokat. És a fiatalok már nem annyira vannak benne, mint régen benne voltak, de ez nagyon jól látszik benne, hogy egy élő jó kapcsolat, mai napig is. A kerti partin felejthetetlen estet töltöttek együtt németországi barátaink a hajdúszoboszlóiakkal. Másnap délután pedig egy hirtelen zivatar sem akadályozhatta meg, hogy Bozóki Dininek meghívására ellátogassanak a Böszörményi út mentén lévő gokártpályához. Vendégeink beszélgettek, csocsóztak, amíg türelmesen várakoztak a pálya felszáradására. A vállalkozó szellemű Bad Dürkheimiek ezután felkészültek a rajtra, vidáman rótták a köröket, sőt ismétlési lehetőséget kértek.